Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Szép estét kívánok! Hello Miska, valami dúdolós saját szerzemény intro zene? Hát... lassan kéne valami. De egyébként vannak ilyen free zenék, amit lehetne használni. Hú, stop soros. Megnyitom. Ó. Igen, ezt ismerem. De nem indítom el, nem indítom el most. Veszélyes dolgok ezek itt Twitch-en. Nem, nagyon veszélyesek. Hát ha. Igen, azért olvastam, hogy sok mindenbe belekött mostanában, de azért... hát néha szerintem egy picit túl is, hogy mondjam, kicsit túl is lihegik ezt, de való igaz, hogy tényleg problémás ez a DMCA-s történet. Hát, nem egyszerű, az biztos. Minden oldalt meg lehet érteni, az már más kérdés, hogy nem biztos, hogy a egyszerre három copyright strike utáni egyböli ban az, ami a megoldás. De hát ez már más kérdés. No. A mai menü, hogy befejezzük... nem. Folytatjuk a Little Nightmares-t. Az, hogy befejezzük-e, azt ugye nem merem kijelenteni, mert hát ez rajtam múlik. Ugye? Úgyhogy... hát igen, stopsoros, ez a fő probléma, hogy... ilyen 4-5-6 évvel ezelőtti klipre. Igen, tehát ez azért nehéz mit mondani erre. Én értem azt, hogy a szabályzat ilyen értelemben nem változott, de hogyha a szabály alkalmazás változik, akkor azért illik azt visszamenőleg nem alkalmazni. Nem szép dolog, maradjunk annyiba. Jó? De én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Twitch megoldás fog erre találni, mert nyilván fontosak neki a content kreatorok is, és a nézők is. Szóval én bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz erre megoldás. Na, úgyhogy mi pedig folytassuk. De hol a game? Itt a game. Nagyon jó. Halljuk is? Én hallom. Most nem hallom. Most megint hallom. Jó. Szóval akkor folytassuk, ottól abba hagytuk. Legalábbis remélem, hogy onnan fogja folytatni. Checkpoint rendszer 2020. És onnan folytatja. Fantasztikus. Na, ez elvileg a harmadik chapter talán. De mindjárt kiderül. Stop soros. Azt mondja, hogy a cím... mennyire gáz, hogy én a stream címéből azt hittem, hogy ez is programozás lesz. A stream címe az, hogy folytassuk ezt a rémálmot. Oké. Okay. Ez jó volt, jó volt. Oké, és... Hello Ninja Raccoon. Az, ja, cipő. Mi az? Ezt úgy kéne elkapni, hogy nem látom. Ja. Jó, oké. Ez egy nagyon nyomasztó hely. Csak szólnék.
Éhesek vagyunk. Hát az is lehet. Jó, menjünk tovább. Mondom, itt csak föl kell ugrálni. Patkányburger az az. Oké. Okay. Nem. Hát, vagy lehet, hogy de, csak ez még most fene se tudja. Hát igen, több protein kellett volna ehhez mindenképp. Na, lássuk, hogy itt van-e valami. Nem. Pedig valószínű azzal kéne így átlendülni. Futi. Nem. Akkor itt még kell valamit csinálni. Mert ráugrani se lehet. Ó! Ja, nem belülről kell, mert akkor nem tud úgy elrugrani. Ah, értem. Jó, a pereméről kellett tolni. Így akkor világos. Hát azt inkább kikerülöm. Ezek mindig ilyen misztikus dolgok. Oké. Okay. Okay. Na, lássuk itt mi van.
Ja, kéne is egy kamiska. Fuck! Bocsánat. Azt nem vettem észre, hogy ott van. Mármint, hogy így érzékeltem meg minden, csak... Na, hol van? Tesz vesz. Jó, akkor nem nagyon vette észre. Hát, őszintén, fogalmam sincs, hogy merre kéne menni. Gyerünk itt erre. Oké. Okay. Üha, baj van. Ajaj. Igen, lehet, hogy lehajolni is. Hát le tudod hajolni. Hát igen, Gordon Ramsay nincs valami jó formában. Van, ahogy mondod, stop soros olyan. Kicsit oda van. Na nézzük. Nem igazán lettem okosabb, okosabb, hogy hova kéne menni. Ja, és így meghal. Meghal? Igen, akkor nem szabad futni. De leveszi az agrót, úgyhogy... Most igyekezzünk ne... becsukni ott a sütőajtót. Bejünk ide. Hát ez tényleg jobb lenne kontrollerre játszani. Jó, itt előjövünk el. Csak azt nem tudom, hogy... Na, te kis ember. De kis ember... Baszki. Észrevett. Ez baj. Ide nem fog benézni, ugye? Jó. Na, akkor megvárjuk, amíg elmegy oda a krumpli sütőshöz. És akkor gyerünk. Oké. Jó, lehet, hogy itt is megállunk egy kicsit. Csak hogy nehogy észrevegyen, hogy ott a lépcsőn. Ahogy ide is eljön. Aha. Ennek nagyon örülök. Szerintem halászlevet készít. Okvet mindenképpen. Jó, na gyerünk. Jó, a probléma az, hogy itt nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Itt valószínűleg kellene egy kulcs. Masszírozta a halat. Aha, hát igen, valószínűleg egy kulcs kellene. Csak hát... nem láttam, hogy hol van. Ott egy lámpás. Nem megyünk fel, ez biztos. Nem, ti se láttátok a kulcsot, mi?
Azért megpróbálom. Hát igen, valószínű kulcs kell. És menjünk vissza. Hát. Nem látom sehol a kulcsot. Erre biztos nem lehet jönni. Nagyon kész lesz már az ahol. Shave bácsi. Baszki. Hát keressük a kulcsot, de nem tudom, hogy hol van. Itt se látok sehol kulcsot. Itt lenne az elején. Hát itt sincs. Hát nagyon szereti ez a fickó halat, ahogy látom. Ötletem sincs, hogy hol a kulcs. Hoppá! Valamelyik szekrényben lenne. Mert lehet, hogy... Na jó, megvárjuk. Lehet, hogy ott van, mert ott föl lehetett volna mászni a polcokra. Én egy kis paprikát még tegyél bele mindenképp. Abban sose elég. Így van, jó sok fűszer, jó sok só. Aztán a garantált szívinfarktus.
ott föl lehet mászni. Kérdés, hogy van-e értelme. Itt lát minket vajon? De lehet, hogy itt fönt kell jönni amúgy. A gerendákon. Vagy mi ez? Oh, haver. Valami orvoshoz mennyire? Még látnám is. Hát nem erre kell jönni, ezek szerint. Nem, itt nincs semmi, csak egy kis kenyér. Milyen halászlé, ez pont jó lesz, de hogy mi a tökömet keres itt kenyér. Most mit csinál? Felugrik? Nem lehet följönni. Na. Oké. Okay. Ledob hallal. De mit keres itt fönt egy budi, és miért van belőle kettő? Így közben lehet dumálni, vagy? Ah, milyen napod volt? Hát... Oké. Okay. Hát igen, stop soros, pont erre gondoltam. Itt van egy kar. Nem tudom mire jó, de meghúzzuk. Most a poén az lenne, hogyha így lejöttünk volna megint ehhez a szörnyhöz. Ez a játék, ez szopat engem, vagy? Nagyon úgy tűnik. Már bocsánat a kifejezésért. Tehát akkor most újra? Ja, vissza is visz. Hát de... Jó, jó, jó. Amúgy imádom a játékokban ezeket a értelmetlen dolgokat. De komolyan amúgy. Tehát ez a... Menni kell valahova, és... És egy ilyen totál olyan kitérő, aminek is semmi értelme. Csak hogy megzavarodj. De jó. Köszi a tippet egyébként. Szucsusú. Ez a neved minden egyes beszédhibámat előhozza. Nem értelmetlen? Oké. Okay. Meglátjuk.
Na várjál, minek jöttem föl ide? Ja, arra tovább. Oké. Okay. Jó, ez nem annyira sikerült talán. Itt is föl lehetne már. Hát ott van összetörve, hát bocs. Na várjál. Lehet, hogy amúgy nem is erre kell jönni, de tegyünk egy próbát. Francba. Jön vissza? Na jó, próbáljunk meg akkor erre jönni. Nem, itt erre nem tud. Mert ott van az a vacak. De erre meg minek jönnénk? Most azon gondolkodok. Nem látok itt semmit. Hát ezzel sem vagyunk előrébb. Mert itt meg semmit nem tudok, hogy mondjuk mit csinálnék egy kilincsel. Na jó, akkor nézzünk szét. Erre volt jó a lift. Ja, akkor mindjárt világos. Csak hol van a... Jó. Így minden világos. Hogy? De hogy? Nem baj, futunk. Hát, ha nem ér utol. Tényleg volt a liftnek értelme.
Hát amúgy nincs a rákon, a legjobb programozó a lusta programozó. Van 3 hónapja, 2 hónapig azon agyal, hogy tudná a legolcsóbban megoldani. Hát húzzuk meg ezt a kart. Oké. Hát így készül a kolbász. Kéne még szerintem. Elfogyott a hús. Olyan ide most be kell nekünk jönni. Ja, itt ez a hűtő. Ez zárva. Ha már itt vagyunk. De ez mi? Igen, ezt az előbb, még az elején is láttam, hogyha eldobom, itt kiszabadul belőle valami. Nem tudom mi ez. Mindegy, valószínű majd a végén kiderül. Nem tudom. Jó, hát itt nem nagyon látok hirtelen semmit. Bár nem kizárt, hogy... Hát... Nem tudom, ezek a hűtő valószínű. Ja, achievement. Ah, oké. Értelek. Kéne nekünk hús. Na. Csak egy jött. Az biztos nem érjük még el. Kéne még szerintem. Nézzük meg, hogy tudunk-e még. Még van, de azt kb. Így esélytelen, hogy... Hát... Nem tudom, innen a polcra nem hiszem, hogy le tudjuk szedni. Nem. Hát esetleg így...
Oké. Amarról. Így. Na, most már szerintem elérjük. És most már be tudunk oda rendülni a lyukba. Így van. Tökéletes. Jó. Nyomjuk itt a Bruce Willis-t. Egy újabb lift. Lehívtuk be vele Józsi nénit. Oh fuck. Igen, ez... Igen. Jó, hát akkor lehívjuk és elbújunk. Mégpedig ide. Menj már, menj! Egy kis sajt. Pont ez kellett nekem, zsebre is teszem. Megvárjuk, hogy mit csinál. Semmit. Zsebre tett egy kis sonkát is. Jó, akkor gyerünk. Benéz ide? Nem nézett be. Szerintem egy kulcsot keresünk egyébként.
Itt egy gomb, ami bármire jó lehet. Na jó, itt megállunk és körbenézünk egy kicsit. Hát én itt nem látok kulcsot. De lehet, hogy... Hol lehet a kulcs? Nem tudom, hol van. Mindegy, indítsuk be ezt a... Hát mi egy daráló? Aztán majd lesz valahogy. Bár nem szeretek így tippelve játszani, de... Észrevett minket. Oké. Okay. Akkor valami más kell csinálni. De nem láttam, hogy hol lehet kulcs. Itt is van egy gomb. Ott a kulcs. Jó, innen már látom. Innen már látom. Látjátok? Ott van az asztalon. Oké. Okay. Jó, tehát akkor... valószínű az, hogy be kell kapcsolni ezt a darálót, hogy oda bemenjen. És akkor elcsenjük a kulcsot. Hát jó, csak ez alá nem tudunk szerintem bemenni. De hogy kéne. Jó lesz. Megint megy a morgás. Na, gyerünk. Oké. Okay. Jó. El kellett volna bújni. Mi meglepő. Nem baj, újra. Ide be tudok bújni.
De bizony. És nem vesz észre. Nem vesz észre, nagyon jó. Nagyon jó. És még kis. Nem erre kell jönni. Merre kell menni. Utána? Hát, hogy utána. Nem. Lehet, hogy itt. Nem. Ah! A szemét ledobó. Egy WC pumpa. Idok ki egy WC pumpát. Jó, Dani, mondjuk bátor volt ez a meggyújtás, de nézzünk szét. Ó, itt is van egy ilyen. Oké. Hát nincs olyan sok, ami így hirtelen látszódna. Más kérdés, hogy sokra nem megyünk vele. Na itt, így sem erre. Itt is a cső ott van. Ah, itt van a, itt van a továbbjutás lehetősége. Oké. Okay. Itt mosogatnak. Na, gondolom, ha itt fölbukkanunk, egyből észrevesznek, úgyhogy itt megyünk tovább. Én szerintem ott kell majd mennünk. Itt is egy WC pumpa. Fú, hegyekbe államosatlan, oda nézzetek. Nyilván akkor hagyja a pont.
Jó, na. Gyerünk megint. Egy van? Jól látom. Mondjuk mennyi lenne? Kettő van. Észrevett. Shit. Nem vett észre. Oké. Biztos, hogy zárva van az ajtó, tehát ez tuti. Hát húzzuk meg ezt a kart, nem? Most ezzel ide csaltunk. De ez miért jó nekünk? Már nem néztem, hogy mit csinál ez a gépezet. Ja, hogy ott a kulcs. Ja nem, nem kulcs. Ja, most ott megy ez a... Aha. Oké. Na jó, de... Hát megyek oda föl. Mászok föl a tányérokon. Csak bénázok komolyan. Igen, beindult ez a gép. Hát most visszajöttem ide tök fölöslegesen szerintem. Jó. Kéne találni, hogy mit kéne csinálni első körben, nem lenne olyan rossz. Jó, itt vagyunk.
Most arra megy ez a gép. Ha megfordítom, a másik irányba fog. Itt nem tudok felmászni. Szerintem itt se. Nem. Észrevett? Mert a tányérokon tuti nem tudok fölmászni, tehát az biztos. De miért jó az, hogy ott beindult? Hát igen. Valahogy föl kéne oda mászni szerintem, de nem tudom, hogy hogy. Na, menjetek már innen. Igen, amikor már mindenki látja, csak én nem. Ami azért előfordul egy puzzle game-nél, hogy mindenki látja, csak én nem. Most ezt megfordítjuk. Elkapott. Nem látom. Na majd kitalálom, de most valamiért nagyon nem látom, hogy... hogy mit kéne csinálni.
Nagyon érdekes. De oda nem tudok fölmászni, az biztos. Tehát... Vagy oda kéne, de hát hogy megyek oda föl? Mint hogyha arra, erre jönne a kampó, de hát... Ahol vagyok. De nem lehet fölmászni. Esetleg innen talán. Majd mindjárt. Nem is tudom, hogy ide föl tudok-e ugrani esetleg. De hogy? Tovább lehet menni. Csak észrevett. Aha, lehet, hogy innen ide kéne fölmászni. Jó. Akkor megpróbálunk oda fölmászni. Igen, guggolva keresgélnek a levegőben. Hát... Ja, ez lesz az, itt kell fölmászni, csak legalábbis úgy tűnik el jelenleg. Csak úgy kéne, hogy ne vegyenek észre.
Most ott van? Most nincs ott. Nem, nem, nem. Jó, akkor várni kell. Várni kell, mert pont visszajön a fickó. Már hogy a másik. Úgyhogy akkor azt megvárjuk. Na. Gyere, gyere, gyere. Oké. Okay. Jó. Ú, és még itt mennyi edény van, oda nézzetek. Sose fogy el. Le kellett volna ugrani. Pont bele a kezébe. Na akkor futi. Menj fel. Elugrottam egy kicsit. Nem baj, most jó lesz. Pont arra kéne felugrani, ami éppen jön. Tehát várni nem lehet. Tökéletesen kell időzíteni. Az igen. Jó, megvan. Oké, megvan.
Hát igen, nincs zsarákon. Nem is tudom, hogy kire emlékeztettek a galaxikus utikalomis topposokban volt az a nagyon administratív népség. Nem jut eszembe a nevük. Ők voltak ilyen érdekes alkatúak. Vogonok, azaz, azaz Miska. Na, már megint ez a sok hal. Valószínű nem erre kell akkor jönni. Hát de akkor merre? Az igen. Mit akar? Meg akar enni, vagy? Belendülünk. Jó, de valószínűleg nem erre kell jönni. Ja. De persze majd kiderül. Na. Az igen, megevett. Mondom, ezek mindent megesznek. Nem lehet fölmászni. Na, még egyszer. Thank you.
Hát igen, nem egy igényes népség. Jó, akkor itt ez meg van gyújtva, jó. Jó. Na. Oké, hát akkor manőverezni kell. Az az igazság. Jó, sikerült. Nem baj. Újra. Tovább. Ott megakadok a csávó kezébe, szerintem azt át kéne ugrani. Valószínűleg ott ugrani kell. Leesett a kenyér. Jó, innen jövünk. Tovább. Nem tudom, hogy kerüljük ki ezt. Így hirtelen nem látom most. Nem így. Mindjárt kitaláljuk. Lehet elcsaljuk ide. Mert ide nem tudok felugrani. Gyere! Hű! Oké. 200 IQ. Oké. Itt egy lift. Kéne bújni.
Hű. Fejjel nyitotta ki a budit. Vagy mi az ajtót? Budik. Jó. Kimenni nem tudunk, úgyhogy... Oda kéne valahogy följutni. Mászni a csövöken. Itt is négy budi egymás mellett. De a csövöken nem tudok felmenni. Nézzünk szét. Ne csak tippeljünk. Biztos, hogy valahogy ott kéne, oda kéne kiukadni valahogyan oda föntre. Csak ki kéne találni, hogy hogyan. Biztos, hogy nem tudok felmászni. Elérem a kilincset. Megőrülök. Csak nem. Nem hiszem. Hát mi is kipróbálhatjuk. Lehet most törjem össze a tükröt. Igazságtalan volt. Fenne se gondolta volna, hogy van valami a tükör mögött. De kösz a tippet. Van az ott mit csinál?
Jó, most kijutottunk. És akkor gondolom most a lifttel kell tovább menni. Hát vagy nem. Csak simán bemegyek, az is lehet. Jó, azt hittem valamit meg kell nyomni, de hát minél hívnám a liftet, ha itt van. Oké. Azzal kezdem, hogy elbújok. De mintha nem lenne elég kajájuk. Miért pont engem akarnak megenni? Na gyerünk. Okay. Ezt megúsztuk. Hát ennyien még nem. Ez így van. Ennyien még nem akartak megenni. Megint éhesek vagyunk. De kedves tőled. Köszönöm. Itt a kolbász. Erre megeszi a kis embert. Na jó, nézzük meg, hogy merre kell. Na, megint eltörtem valamit. Hát simán csak gondolom erre kell tovább jönni. Majdnem.
Rettenetes egy hely volt ez. Itt van egy lelakatolt ajtó, ezt tartsuk észben. Ő ellenséges, okvetlenül. Viszont mit akarunk mi tőle? Mondom a kulcsot. Így észrevesz? Mit akarunk mi tőle, nincsenek? Mi? Semmit. Na jó, most ide bejöttünk, de... A kulcs itt van valahol? Nincs a kulcs. Ez a váza gyanús van, gyanúsan van. Ez a váza gyanús, ahogy ide van téve. Kilences, húsz, sú, ezt nem tudom. De mász már ki még? Ja, oké. Na de hova tűnt? Óvatosan. Szép név, hát. Amint 11. Ugye a Stranger Things-be.
Úgyhogy itt nem futni kell amúgy, de... Meglátjuk, megpróbáljuk még egyszer. Megpróbáljuk még egyszer, de szerintem nem futni kell. Hát vagy de. Jó, akkor csak ügyesen kell csinálni. Mindenhol törött tükör. Hello, Ceva. Itt ez a nagy szem, csak be ne kapcsoljon. Itt jól eljöttünk. Jó nagy tér van itt, az biztos. Hát igen. Kérdés, hogy itt lesz-e mitől megijedni. Jó, na akkor nézzünk így szét. Itt sem nagyon láttam semmit. Bár az semmit nem jelent, hogy én nem látok semmit. Oké. A tükörre kell valamit csinálni, az biztos. Nem félünk és nem fázunk, nem.
tükröt összetör, akkor mit kell csinálni? Nézzük már kint szét, hogy mi van itt. Tudja, hogy valamit a tükörrel kell csinálni. Azzal szemmel kellene valamit csinálni. Hát, próbáljuk meg itt elhozni oda. Nem tudom. Meg lesz. A fényre kell kivenni. Meg kell neki magát mutatni. Meg kell neki mutatni magát. Igen. Csak még most tanulni magyar. Hát Szeva, sok külföldi órát tartunk most, kétségtelen. Oké, jó, most menjünk a következő helyre. Nem tudom, hol lesz legközelebb kivilágítás. Talán ott az asztalnál. Itt. Thank you.
Csak nem. Éhesek vagyunk. Hát oké. Okay. Na hát, ez volt a Little Nightmares. Csak sikerült végére járni a dolgoknak. Na hát, mi a tanulság? Hát nincs rákun. Ne zabáljatok, ez nagyon fontos. Mert jön a kislány és elszívja a lelketeket. Éhes emberrel ne basszakodj, ez nagyon fontos. Igen, tehát ez amúgy is így van. Meg hát a rémálmok azok rémálmok. Mindenképpen. Úgyhogy... hát igen. De egyébként... Nekem nagyon tetszett ez a játék. Nagyon-nagyon kis egyedi hangulata van. És tényleg nagyon-nagyon tetszett. Szóval, mi lesz a kövi game? Hát... Várjál, ránézek az asztalomra. Hát, amit be kéne fejezni, az a Black Mesa.
az olyan kicsit lazább, könnyebb emésztésű dolog. Utána ránézünk egy játékra, aminek az a neve, hogy Journey. A Journey-re. Aztán meglátjuk. Hát, lehet, hogy játszunk egy kis Super Mario-t. Azt majd mi meglátjuk, mert az egy kicsit a setupon kell, kell igazgatni. De valószínű lehet, hogy az is lesz, csak így a móka kedvéért. Aztán utána elvileg még lesz időnk, ha minden igaz, a Detroit Become Human-re. Azt mindenképp végig szeretném játszani. Már csak azért is, mert annak olyan a témája, amit én mindenképpen végig szeretnék nézni, úgymond, és játszani persze. Heroes Might and Magic. Persze ismerem helyel közzel. Meglátjuk, meglátjuk. Meglátjuk mindenképpen. Aztán ugye hát december 10-től, bár valószínű úgy néz ki, hogy 11-től tudjátok, hogy mi következik. Már hogyha a fejlesztő is úgy akarja. Ugye? Majd meglátjuk, hogy hogyan. Gondolkodok rajta, hogy mi lenne a jó. Nyilván tudjátok, hogy a Cyberpunkra gondolok. Még nem biztos, hogy min fogjuk játszani. Majd meglátjuk. Meglátjuk. Jó, úgyhogy ezek lesznek. Ugye ebből a Little Nightmares-nek megjön a második része, emlékeim szerint február 11-én, ha jól emlékszem, az biztos, hogy februárban, 11-ére emlékszem. Úgyhogy nagy valószínűséggel akkor megnézzük azt is. Jó. Úgyhogy ez a menetrend alapvetően. Hát az ütemezés az, tudjátok milyen, nyilván így a munkához igazodik, de hát játszunk, amikor tudunk. Jó. És mondom, visszatérve tényleg, én nekem nagyon-nagyon tetszett ez a játék, nagyon kis egyedi hangulata van, és tudjátok, hogy amúgy is szeretem az ilyen puzzle-ösebb jellegű játékokat, még ha nem is vagyok benne túl jó, de én tényleg nagyon szeretem ezeket. És még egy puzzle game biztos lesz, amit megnézünk, azt majdnem elfelejtettem, a Observation-t. Azt mindenképp meg akarom nézni. Meg még valami volt eszembe. De most úgy hirtelen ennyi, amit gondolnék. Filament? Ó, stop soros, köszi. Ránézek mindenképpen, ránézek. Egy suliba jártál a fejlesztőkkel? Ó, annál is inkább ránézek akkor. Jó, 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 megnézem, megnézem. Hát igen. Azért látjátok, hogy ez a játék már nem ilyen néhány fejlesztős kis indie game, azért ez... Mármint indie game, csak nem néhány fejlesztős. Mint például a Turing Test volt, ha emlékeztek rá. Vagy az a Superliminal. Ez azért egy kicsit komolyabb production. De hát azért látszik is rajta, hogy... Nem mintha azok rosszak lettek volna, csak ezen azért látszott, hogy... Azért ez egy komolyabb játék. Úgyhogy nagyjából ez lesz a közeljövő. Aztán meglátjuk. A Cyberpunk mellett is lehet mással játszani, persze. Kíváncsi vagyok, hogy az milyen hosszú lesz. És volt egy ilyen szavazás Twitteren, hogy kérdezték, hogy szerintünk hosszabb lesz-e, mint a Witcher 3. Hát, szerintem amúgy hosszabb, de meglátjuk. Ha egyáltalán meglátjuk valamikor, persze.
És igen, és a Bandai Namco adta ki a japánok. Érdekes, amúgy e-sport órán van egy japán hallgató. Hát érdekes dolgokat szokott mesélni azért, főleg így e-sport kapcsán. Azért Japánban ez nagyon máshogy néz ki. Nagyon nem pártolják ezeket, meglepő módon egyébként, pedig milyen jó játékfejlesztők azért. Jött a Bandai Namco, akkor a Konami, Sega ilyen egyik legnagyobb játékfejlesztő volt, hát most se kicsi. Úgyhogy én bízom benne, hogy ha a második résznek is ilyen hangulata lesz, akkor szerintem rendben lesz. Hát, ugye itt az a kérdés, úgymond a sztori, mármint hogy mi fog történni. De hát szerintem az is rendben lesz, ha valami ilyesmi uniós támogatásból készült, ez fontos. Jó. Na hát, szóval ez volt a Little Nightmares. Oké, és na. Lássuk, hogy történik-e még valami. Hát megköszönték, hogy játszottunk. Hát, akkor, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok, és velem tartottatok. Köszönöm szépen a followokat, csíreket, donéteket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Szerintem egy remek kis game volt, játszunk még ilyennel mindenképpen. Oké, és szóval elköszönök, legközelebb stream szombaton lesz, ugye délelőtt folytatjuk a programozást, a jövő heti program meg majd még elválik addig. Oké, és akkor kívánok nektek nagyon kellemes, szép estét a továbbiakban, és további kellemes hetet. Na, szevasztok!